Sziasztok, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Első dolog elsőre. A halál az egy elképesztően komplikált téma. Az ember pusztulása az egy olyan folyamat, aminek legalább annyiféle értelmezése van, mint ahány ember. Következésképpen ennek a videónak a lényege nem a halál definiálása, hanem annak a leginkább középkori felfogása és elfogadása. Amennyiben meglátsz mondjuk egy kémiai vegyületet, amelynek a dobozán fel van tüntetve egy koponya, abban a pillanatban tisztában vagy vele, hogy az a nem megfelelő használat következtében halálos. Konkrétan beléd van rögzülve, hogy a koponya az a halál jelképe. Ez igazán nagyszerű. Itt egy nagyon lényeges kérdés. A koponya mégis mióta szimbolizálja a halált? Nagyjából azóta, amióta az embereknél kialakult az öntudat. Az, hogy a szövetek lebomlását követően az emberi test megszűnik létezni, és a helyén csak a csontváz marad, nem nézőpont kérdése, hanem általános tény. Az emberi test lebomlásának felfedezése számunkra legalább annyira fontos volt, mint az, amikor valaki először látott tüzet. A koponya vagy csontváz halállal történő azonosítása az egy általános emberi szimbólum. Magyarán a szimbolikus jelentését a világ minden pontján megértik. Maga a kaszás nem általános emberi, hanem a középkortól kezdődően tradicionális keresztény, vagy pontosabban fogalmazva európai szimbólum. Az emberi fajnak van egy nagyon érdekes sajátossága, ami tömören arról szól, hogy minden egyes korszakban az volt a célunk, hogy a körülöttünk lévő világot a számunkra rendelkezésre álló tudás alapján a lehető legpontosabban megértsük. Ha megnézzük az egész világ összes létező mitológiáját, azokban az összes létező isten, az esetek 90%-ában úgy néz ki, mint egy ember. Mi ennek az oka? Mivel az istenek imádata az emberek létét igencsak komolyan befolyásolta, azoknak a megtestesítése essentialis, elengedhetetlen. Az elgondolás felettébb racionális volt, hogyan lehetne imádni valamit, amiről még csak azt sem tudod, hogy hogy néz ki. Másképpen fogalmazva, hogyan lehetne imádni valamit, amiről még csak azt sem tudod, hogy ténylegesen létezik. Valaki lerajzolta, kifaragta, megfestette, tehát létezik. Itt meg kell említeni még egy tényezőt, ami nem más, mint az arrogancia. Tudnélik, az emberi gondolkodás azt mondta, hogy mivel mi vagyunk a tápláléklánc csúcsa, ha valami természetfeletti vagy idegen, az magától értetődően hasonlít ránk. Mellékesen ez volt az oka annak is, hogy az első űrlényeket, a hatalmas fejet leszámítva, pontosan úgy ábrázolták, mint egy embert. Zárójel bezárva. Az ókori rómaiak, etruszkok, egyiptomiak, görögök, kínaiak, meg feltételezhetően más népek is, ismertek egy ábrázolást, amit úgy nevezünk, hogy az élet kereke. Az élet kerekének az a lényege, hogy az ember létezését felosztották általában 6, 8, vagy esetenként több mint 10 stádiumra. A közbelső részek jelenleg lényegtelenek, de a kezdet és a vég mindegyiknél ugyanaz. Csecsemőből, kisgyerekből vagy fiatalból csontváz. Az, amit a képen látsz, durván 1400-ban készült, mégpedig francia földön. Ha már a görögökről esett szó, van kettő istenük, akik jelenleg rendkívül fontosak. Az egyik Kronosz, a másik Thanatosz. Kronosz az első istenek, ismertebb nevükön a titánok főnöke, illetőleg az olümposzi istenek nagyjából felének az apja. Vele kapcsolatban tudni kell, hogy amikor éppenséggel nem a gyerekeit akarta lenyelni, akkor ő volt az aratás istene. Az aratás istenének ábrázolása korszakoktól függően változik, de ami bizonyos, hogy minden egyes alkalommal van nála egy sarló, vagy elszórtan egy kasza. Egykoron az történt, hogy Kronosz megfogta a sarlóját, vagy esetleges kaszáját, és a saját apját, Uránoszt kiherélte. Ha ez nem lenne elég, Zeus kivételével az összes gyerekét lenyelte. Attól a pillanattól fogva, hogy őt magát bezárták a Tartaroszba, a sarlós, avagy kaszás isten funkcionális szerepe megváltozott. A görög mitológiában a Tartarosz nagyjából az, mint a keresztény mitológiában a pokol. Apró érdekesség, Kronosz római megfelelője Szaturnusz, és kapaszkodj, ő az aratás, illetve a vetés istene.
Szaturnusznak volt egy saját ünnepsége, a Szaturnália, amely során a rómaiak megköszönték neki a termést. A másik görög isten, a konkrét halál megtestesítője, bizonyos Thanatosz. Thanatosznak úgy szintén van egy fegyvere, ami történetesen egy kard. Tehát csak a görög mitológiában megtalálható kettő isten, akiket ebből vagy abból az okból kifolyólag nevezhetünk halálnak, és mind a kettőnek van egy fegyvere. Ezt pusztán azért mondtam el, mert a kaszás, a fegyveres halál nem nevezhető újdonságnak. A 13. század végén Franciaországban elkezdett terjengeni egy történet, amely történetnek manapság ismeretes nagyjából 3 millió verziója. A címe 3 élő és 3 halott. Nagyon tömören az történt, hogy volt 3 király, akik így mentek, mint egy ember. Egyszeriben szembe találták magukat 3 hullával. Konkrétabban az élet 3 szakaszában lévő királyok szembe találták magukat a halál 3 szakaszában lévő saját hullájukkal. Magától értetődik, az inspiráció forrása az élet kereke. Ez a legenda több szempontból is fontos, de minket most csak az egyik foglalkoztat. A hullák mondani valója az volt, hogy amilyenek mi vagyunk, olyanok lesztek ti is. 1347. Az évszám rendkívül fontos. Nagyjából 50 év szükségeltetik ahhoz, hogy adott szimbólum az emberiség közkincsévé váljon. A 13. század végén a 3 élő és 3 halott következtében a halált már jóformán egyetemesen csontvászként ábrázolják, és ettől nagyszerű pillanatot nem is választhattak volna, ugyanis 1347-ben Messinában megérkezik a pest is. Amennyiben a vámpírokról szóló videómat megnézted, nem lesz újdonság, de a fekete halál pszichológiai pusztítása legalább akkora, mint a fizikai. Egészen biztos vagyok benne, hogy ha nem is érezted, de hallottad már azt, hogy halál félelem. A középkori keresztény Európában a fekete halál megjelenéséig az volt a módi, hogy a halál az tulajdonképpen jó dolog, ugyanis amennyiben minden kritériumnak megfelelsz, te magad átkerülsz a mennyországba. Apró érdekesség, ha volt egy keresztes hadjárat, az elképesztően csábító volt. Ugyanis az egyik lényege abban rejlik, hogy aki abban részt vett, annak a mennyországba kerülés garantálva lett. Hogyan lett a mennyország iránti vágyakozásból halál félelem? Nos, képzeld el, hogy akkoriban élsz. Nagyjából mindenki, akit ismersz, vagy halott, vagy az lesz. Az összes létező városban, faluban, tanyán olyan emberek járkáltak, akik meg akarták téveszteni a halált, önmagukat felhatalmazták doktornak, de mivel fogalmuk sincs arról, hogy maga a pest is konkrétan micsoda és hogyan terjed, a gyógyítási szándék esetlegesen megvan, de a kivitelezés formája felületes. Jelenleg annyit kell tudni, hogy ha valaki elkapta a pestist, annak a halála lehet egy gyors vagy lassú, de kivétel nélkül elképesztően fájdalmas volt. Egyáltalán nem volt ritka az, hogy mivel adott beteget nem kívántak közelről megvizsgálni, nem csak a betegség jelenlétét, de a halál beálltának tényét is egyszerűen figyelmen kívül hagyták. Gyakran megesett, hogy az embereket élve eltemették. Az Úr 1348. évében, majd az egész föld területén olyan nagy halálozás pusztított, amelyhez hasonlót alig ismertünk. Az életben maradottak alig voltak elegendők ahhoz, hogy eltemessék a halottakat. Oly nagy rettegés kerítette hatalmába az egész világot, hogy amint valakin egy fekély vagy daganat keletkezett, az áldozatot minden segítségtől megfosztva elhagyták, még rokonai is. Az apa elhagyta betegágyon lévő fiát, és fiú az apját. Senki sem csodálkozhat ezen, mert midőn egy házban valakit ez a betegség sújtott és belehalt, igen gyakran bekövetkezett, hogy az összes többi lakó megfertőződött, és ugyanolyan gyorsan meghalt. Sőt, borzasztó dolog még hallani is. A kutyák, a macskák, kakasok, tyúkok és az összes háziállatok ugyanerre a sorsra jutottak. Akik egészségesek voltak, a félelemtől fejvesztetten elmenekültek, így számosan haltak meg gondatlanságból,
akik lehet, egyébként megmenekülhettek volna. Sokat, akiket a betegség megtámadott, s azt hitték róluk, bizonyosan hamar meghalnak. A legkisebb megkülönböztetés nélkül az árkokba vitték, hogy elföldeljék, s nagy számban kerültek így élve a föld alá. Ehhez a bajhoz jött még egy másik. Az a hír terjedt el, hogy egyes bűnözők, de különösen a zsidók megmérgezték a folyókat és a kutakat, s ettől terjedt el annyira a pest is. Ez az oka annak, hogy annyi keresztény és zsidó, ártatlanok és fethetetlenek, megölettek, megégettettek vagy kínzást szenvedtek, holott mindez a csapás a csillagok állásából vagy isteni bosszúból ered. Tehát maga a pápa úgy gondolta, hogy a pest is az nem egy betegség, hanem egyfajta isteni csapás. Ezzel csak annyi a probléma, hogy az emberek el is hitték. Apró érdekesség. A fekete halált megelőzően volt egy mozgalom, ami mindezidáig jóformán jelentéktelennek számított. De amikor az egyház azt mondta, hogy Isten haragos lett, a szóban forgó mozgalom elkezdett terjedni. Gyorsan. Azokat, akik ebben részt vettek, úgy nevezzük, hogy flagellánsok. A flagellánsok lényege abban rejlik, hogy ők saját magukat kínozták, és ezzel akarták megmutatni, hogy ők ugyanúgy szenvednek, mint Jézus. Az egész mozgalom célja az volt, hogy Isten a szenvedésük láttán megbocsájt nekik. Azt nem tudom, hogy megbocsájtotta nekik, de a saját testük kínzását olyan szinten művelték, hogy az inkvizítorok igazán büszkék lehettek rájuk. Zárójel bezárva. Egészen fantasztikus véletlen, de a vámpírok úgy szintén a fekete halál következtében születtek, tehát mondanom sem kell, az élve eltemetés gondolata az rosszabb volt, mint maga a halál. Ezzel kapcsolatban órákig lehetne beszélni, de nagyon tömören ez volt az a folyamat, aminek következtében a mennyország iránti vágyakozásból kollektív halálfélelem lett. Színetlen elkullag a halál, megöl mindent, valakit talál. Mind a gazdagot, s mind a szegényt, nem kímél sem nagyot, sem kicsint. Mindegy néki a szegény koldus, a kegyetlen és hatalmas dus. Elkezdődik egy nagyon érdekes folyamat, amelynek következtében megszületik egy új természet feletti lény. Ugyebár a három élő és három halott legendájában a halál már kapott egy testet. Azonban, mivel a keresztény Európában nagyon kedvelték a jelképeket, mint például Krisztusnál a keresztet, a halál ábrázolásának úgy szintén egyedinek kellett lennie. Hogy jól megértsed, én vagyok a halál, senki e világon ellenem nem áll, bár úgy néz szemembe, ki fia valál, jaj lészen annak, aki rám talál. E kaszát még régen úgy jut eszembe, hogy a nagy Jupiter adta kezembe, mind naggyal, s kicsinnyel, hogy menjek szembe, senkinek semmit se kedvezzek ebben. Királyok, s császárok mind fejet hajtanak, a papok is én nekem adót adnak, e nagyvilágon valakik hol vannak, ma vagy holnap mind kezembe akadnak. Se szemét, se helyet soha nem nézek, gazdag vagy szegény, arra nem tekintek, bölcse, bolonde, püspöke vagy érsek, erről soha még csak egy szót sem tészek. Nincs én nekem sem órám, se napom, vénet s ifjat mindegy aránt elkapom, rútat s szépet mindegy verembe rakom, te néked is majd megmondom, hogy hol lakom. Ha pusztán keresztény szempontból értelmezzük, a kaszás Isten szolgája. Az ő feladata az, hogy a kasza segítségével adott embert ettől a világtól szimbolikusan és tetlegesen elvágjon. Hogyha azonban racionálisan értelmezzük, akkor itt van egy tény. 1347-ben kitört a pest is. Teljesen véletlen, de 1374-ben egy rendkívül híres itáliai művész, nevezetes Francesco Petrarca, befejezte az utolsó művét, mégpedig Diadalmenetek címen. Ezen belül van egy kiemelkedően fontos költemény, ami úgy hangzik: Triunfo della morte, a halál diadala. Petrarca és a hozzá hasonló művészek voltak azok, akik elindítottak egy lavinát, amely lavina következtében a halál meg a kasza összeolvadtak. A kaszás eredetileg nem kaszás volt. A halál fegyvere gyakorlatilag megyéktől függően változott. Előfordult, hogy a fegyvere egy lándzsa volt,
kard, fejsze, íj vagy akár sarló. Technikailag az történt, hogy a kellemest összekötötték a hasznossal, ugyanis a kaszával történő ábrázolás, illetve a konkrét kasza Európa szintű elterjedése mind a 14. század végén történnek. Az európai lakosság jelentős részének az egész világ legfontosabb eseménye az aratás volt. Mindez idáig az történt, hogy az emberek csoportokba verődtek, és a sarló használatával learatták a termést. A sarló kaszára történő cserélésének pontos okát nem tudom, de elmondom, hogy szerintem mi történt. Volt adott mennyiségű, mondjuk búza. Adott mennyiségű búzát adott munkaeszközzel, avagy sarlóval adott mennyiségű ember időben learathatta. Azonban, mivel a pest is a lakosság felét elpusztította, ugyanarra a mennyiségű búzára, amit ugyanazzal a munkaeszközzel kellett volna learatni, nem volt elég ember. Tehát a folyamatosan növekvő munkaerőhiányt úgy oldották meg, hogy adott ember teljesítő képességét megduplázták, esetenként meg négyszerezték. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az akkor már kezdetlegesnek számító sarlót felváltotta a sokkal korszerűbb kasza, amivel ugyanazon időn belül nagyjából háromszor vagy akár négyszer annyi búzát is képesek voltak learatni. Egyébként csak hogy egyértelmű legyen, maga a kasza az egy ókori találmány, azonban az Európa szintű elterjedése csak a 14. század végén történik. Tudni kell, hogy a sarló, illetve a kasza szimbolizálnak négy dolgot. Az első az aratás. Az aratást értelmezhetjük úgy, mint a termés betakarítását, illetőleg úgy is, mint az emberek elpusztításának folyamatát. Magyarán a kaszás kaszája az nem véletlen, hanem annak a folyamatnak a jelképe, amely során az embereket szó szerint learatta. Ezen felül a sarló, illetve kasza szimbolizálják még az évszakok váltakozását, az időt, illetve az elmúlást. Eltekintve attól, hogy számunkra félelmetesnek tűnik, az a fegyver, amit a halál kezébe adtak, minden létező szempontból szimbolikus. A félelmetes tényezőt nem véletlenül hoztam fel, ugyanis majd amikor átlépünk a reneszánszba, a kaszást konkrétan barátságossá, vagy esetlegesen szerethetővé teszik. A halál megtestesült, tehát elkezdték humanizálni. A gondolatmenet az volt, hogy az emberek sokkal kevésbé fognak rettegni, hogyha a szerintük halál valamilyen formában pozitív. A halál humanizálása az egy elég hosszú folyamat, amit fel lehet bontani három fázisra. Az első az volt, amikor a csontvázat felváltotta egy konkrét hús-vér emberi test. Ennek a pontos okát nem tudom, de feltehetőleg az volt, hogy mivel a keresztény jelképeken minden létező szent ember, illetve még maga a sátán is, az élet valamely szakaszában vannak, elég paradox lenne, ha a halállal kivételeznének. Ezen kívül a másik okot nevezhetjük praktikusnak, te mit szeretnél utoljára látni? Egy csontvázat, vagy egy embert? A halál humanizálásának második fázisában az történt, hogy adtak neki egy nemet. Amennyiben a kaszást úgy ábrázolták, mint egy tulajdonképpeni embert, akkor leggyakrabban nemtelen volt. Azonban, ha adott művész úgy gondolta, hogy van neme, akkor általában férfi, de előfordult olyan is, hogy nő. Az előbbiekben említett Trionfo della Morte, Petrarca művében a halál egy nő. Pontosabban egy fúria. Amikor már olyan volt, mint egy ember, és mondjuk kapott egy nemet is, akkor kezdődik a harmadik és egyben utolsó fázis, az egész esemény felfogása. Mint említettem, a pest is következtében az embereknél kialakult a kollektív halálfélelem, tehát a halált barátságossá vagy barátságosabbá kellett tenni. A művészek új ábrázolásmódja azt a benyomást keltette, hogy ha neked esetlegesen rossz életed volt, az nem baj, ugyanis a halál következtében minden rendbe jön. A kaszás ábrázolásának idézőjelesen modern verziója azt jelentette, hogy megtestesíti a szánalmat, a megértést, a gondoskodást, az elfogadást és a szeretetet. A reneszánsz csúcspontján a félelmetesnek és gonosznak tűnő csontvázat felváltotta egy gyakorta egészséges nő,
Aki ebből a világból nem elragad, vagy elszakít, hanem a következő világba elkísér, vagy átsegít. A manapság is megfigyelhető gondolatmenet, aminek következtében valaki a nyugalom vagy az elfogadás keresése közben öngyilkos lesz, az a reneszánszban kezdődött. Félreértés ne essék, ez nem egy egyszerű téma, de bízom benne, hogy érthető volt. A kaszás történetének technikailag vége, de ha kíváncsi vagy, mondok meg néhány érdekességet. Itt az egyik. Petrarca Trionfo della Mortéjának hatására 1562-ben elkészült egy festmény, ami szintúgy világhírű, és a címe úgy szintén a halál diadala. Mindenképpen kiemelném, hogy a skandináv, illetve germán embereknek rendkívül hálásak lehetünk. Ők elképesztően sok időt töltöttek azzal, hogy létrehozzanak különféle nagyon vagy kevésbé kellemes történeteket, amelyek főszereplői a holtak vagy maga a halál. A pestis csúcspontján, nagyjából a 14. század végén létrejött egy legenda, ami olyan szinten meghatározó, hogy ha bár nem tudsz róla, de a hét minden napján emlegeted. Az a lényege, hogy a germán emberek szerint minden éjfélkor látni lehet egy férfit és egy nőt. A férfi kezében kasza, a nő kezében seprű, illetve gerebje van. Az eszközök funkcionális szerepe magától értetődik, tudnélik a kaszás férfi, aki maga a halál, megöli az embereket, majd a nő, aki a halál felesége, nem tudom, halálné, a gerebje és a seprű segítségével a halottakat belesepregeti a sírba. Az ő megjelenésük következtében az történik, hogy az egész környéken kitör egy járvány, amelytől az emberek folyamatosan tüsszögnek, majd meghalnak. Az a tény, hogy te manapság a tüsszentő embernek egészséget kívánsz, konkrétan ebből a legendából származik. Elmondok még kettőt, amiknek egymáshoz hivatalosan semmi közük nincs, de szerintem egész jók. A középkori emberek úgy gondolták, hogy a halál az nem mindig azonnali. Ugyanis, ha adott ember sírján kihajt egy virág, az azt jelenti, hogy az illetőnek ebben a világban van még valamilyen elintézendő ügye. Az elintézendő ügyek korszakoktól és népektől függően változtak, de elképesztően gyakoriak voltak azok, amikor adott embert megöltek, tehát visszatér bosszút állni. Elképesztően gyakorinak számít az is, amikor egy nő elvesztette a férjét, vagy fordítva, és ők ketten ezért vagy azért, de ismételten találkoznak. Volt egyszer egy leány, akinek meghalt a vőlegénye. Egy javasasszony azt tanácsolta neki, hogy menjen ki a temetőbe, hozzon onnan egy keresztet, és azt forralja meg éjfélkor egy nagy üstben. A leány úgy is tett, és éjfélkor csak ugyan eljött a vőlegénye. Azt mondta a leánynak, hogy kísérje ki a temetőbe. A leány el is indult vele. Az úton megszólalt a legény. Jaj, de szépen süt a hold, itt megy egy eleven, meg egy holt. Félsz-e, édes rózsám? Dehogy félek, ha veled vagyok. Már közeledtek a temetőhöz, amikor a legény megint kérdezte. Jaj, de szépen süt a hold, itt megy egy eleven, meg egy holt. Félsz-e, édes rózsám? Dehogy félek, ha veled vagyok, felelte ismét a leány. A legény bement egy sírba, s hogy a leány el ne szökhessék, kezébe adta a kendőjét. A leány nagyon félt, a kendőt odakötötte egy kereszthez, maga pedig elfutott. Beszaladt egy házba, ahol éppen halott volt. A legény utána ment és beszólt. Hót sógor, add ki az elevent! Kiadnám szívesen, csak hogy nem tudok mozdulni. A leány egyre imádkozott, hogy a halott ki ne adja. A legény még kétszer megismételte a kérését, de ekkor a torony órája egyetütött, mire így szólt a vőlegény. Szerencséd jány, hogy lejárt az órám, különben ott feküdnél már mellettem. Mondanom sem kell, a németföldi történetek elég erősen elterjedtek Magyarországon is, aminek következtében született néhány egészen fantasztikus mű. Az előzőt azért mondtam el, mert az eredetileg német halott vőlegénynek konkrétan minden egyes megyénkben, sőt, helyenként még a falvakban is van egy sajátos verziója. Nézd meg, mivé lett szeretőd? Nincs szer, mely meggyógyítsa őt. Mérged nekem halált adott, de menj s öleld a vérpadot. S fáradtan a kín embere, sírjához váncorog. A nő, mint kit villámvere, halványan összerogy.
S a nép, a mindig készevő, nem várja meg Torát, hol gyilkos s méregkeverő készítenek lakomát. Csak egy, a vőlegény marad az ájult nő körül, szemében égő könyv fakad, s íj szókra keserül. Íj szép és íj gonosz, mi kár? Angyal lehettél, a poklok díja vár. S az ifjú vős, a víg sereg, a zaj, zenék, az örömek eltűntek, elhangzottanak, a szép menyasszony rémalak. Vérszolga jő a vőlegény helyett, s az ébredő halállal fog kezet. A kaszás létrejöttének és a visszatérő holtak gondolatának elfogadása gyakorlatilag minden európai országban megfigyelhető. Magyarországon a 17. század durván közepén elkezd kialakulni a saját földön ragadt lelkünk, amely a történelmünkre való tekintettel, esetlegesen egy szabadságharcot követően, vagy annak emlékére keletkezik. Erre kiváló példa Arany János egyik műve, aminek a címe a Rodostói temető. Összességében elmondható, hogy a halál felfogásának megváltoztatása, a megtestesítése és humanizálása az mind kulturális, mind pedig vallási szempontból egy hatalmas műveletnek számított. A pestis pusztítása igazán sajnálatos, de mindenképpen pozitívumnak számít, hogy az annak következtében létrejött materiális, illetve eszmei művek az értékükre való tekintettel felbecsülhetetlenek. Szóval ez lett volna a halál, avagy a kaszás története. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!